Egy nagyon különleges szobában vagyok a Nemzeti Könyvtárban. Képzeljék el, egy szabaduló szobát, sőt nem is egyet, kettőt készítettünk a múzeumok éjszakájára. Nagy örömünkre betelt minden hely, a jelentkezők rohamos gyorsasággal elfoglalták ezeket a szabaduló szobákat. Én azonban kiszabadulok, és elmondom önöknek, hogy mi mindennel várunk mindenkit szeretettel a szombati múzeumok éjszakáján délután 4-től hajnal 2-ig. Lesz itt könyvaukció, lesznek tárlatok, interaktív játékok, óriás kirakók, kézműveskedés, társasjátékok gyerekeknek és felnőtteknek, könyvturkáló. A múzeumok éjszakájának jelenlegi címe az, hogy trendben vagyunk, rendben vagyunk. Bemutatjuk önöknek, hogy kik voltak régen trendik, hiszen a tegnapi trendből holnapra már retro lesz. Jegyezzék meg a következő időpontokat. 5 óra, Feledi projekt táncművészei a díszteremben. 5:45, az Oroszlános udvarban cirkuszművész. 7:30, Vitéz László jelenik meg nálunk, tudják, az ördöggel vigyaskodik a palacsinta sütőjével. 9:30, az Operett Színház művészeinek előadása a legszebb operett dalokból. Éjfélkor pedig a Fab Ensemble egy szerelem történetét mutatja be. Kezdődik a visszaszámlálás, már csak egyet alszunk, mindenkit nagy szeretettel várunk, alig várjuk, hogy nyithassuk a kapukat és üdvözölhessük a múzeumok éjszakája vendégeit az Országos Széchenyi Könyvtárban.